Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvian vagyok. Ennek a videónak most két témát szánok, az egyik a küldizés, már ha összejön egyáltalán, a másik pedig a farm tippek, ugyanis mostanság elég sokan írtok rám, hogy milyen farm tippeket tudnék nektek javasolni így a metinen belül, és ki fog majd térni azok arra is, hogy ugye miért az a válaszom rendszerint ami. Most kezdjük ugye a kristály eszenciával, én így videón kívül munkálkodtam, és sikerült 3-ból 2-t leadni sikeresen, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy most mindenféle gond nélkül elsőre elfogadja az utolsó darabot, úgyhogy lássuk is, és persze használhatatlanak az utolsó kristály darabok, tehát mehetek vissza egy másikért. Kaptam egy olyan tippet, hogy miért nem csinálom azt, hogy egy karit magammal viszek, és akkor ugye leadogatom nekik kék kristály eszenciát, és akkor gyorsabban lehetne gyűjtögetni. Megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként átadható ez a kristály eszencia, de még ha átadható lenne is, nincs olyan karakterem, amit így el tudnék magammal vinni. Vagy ha van is, akkor ugye van, hát van persze, de az ilyen nagyon kis szintű. Mitsuki kariát pedig nem tudom elvinni magammal, úgyhogy veszett fejszen gyere. Hát mindegy, most ezzel az egyére kicsit ugrálnom kell. Na, közben olvasunk akkor egy gyorsan egy könyvet. Örvény nem sikerült, vértezés nem tudom még olvasni, a penge nem sikerült, ezt felírom magamnak, hogy most G3-as a penge egyébként, azt nem is mondtam, G2-ről G3-ra elsőre sikerült, képzeljétek el. G3-ról G4-re pedig ez volt a második, nem is elsőre, másodjára, bocsánat, igen, volt egy sikertelen és utána egy sikeres. Ez pedig a második sikertelen volt G4-re. A félelem pedig szintén nem sikerült sajnos, úgyhogy ez ennyi. A fagyikat már jó régóta elfelejtettem kiváltani, azt sem tudom meddig tart az event egyébként. Ezt tőlem is sokan kérdeztek, de én sem tudom a választ egyébként, hogy most hozzátok fordulok, hogy tudja esetleg valaki, hogy meddig tart a fagyis event, mert érdekelne és fogalmam sincs egyszerűen. Az igazság, hogy én olvasgattam a fórumon még amikor elindult, és tudom is, hogy valamit írtak, hogy meddig tart, de nem emlékszem már igazából, és már nem is tudom, hogy hol kéne megnézni, úgyhogy nem tudom, fogalmam sincs. Gyorsan beváltok akkor egy kristálytálat. Ilyen 3 darab. Kristálytál, szuper. Jó, még elmegyek, leadom a bioszt. Ha minden jó megy, akkor már csak 4 vagy 5 darab ilyen, hogy hívják ezt, jéggömb kell. Ez mi? Félelem, az nem kell. Viszont a vértezést azt elrakom, mert azt még úgy tudom egy darabig olvasni. Jó. Na, és szerintem ameddig elkezdem csinálgatni ezt a kék kristály eszenciát, addig akkor beszéljünk is a farm tippekről. Így megpróbálom nektek így elmondani a legelejétől a legvégéig, hogy szerintem mit érdemes. Azt tudnotok kell, hogy amit én most el fogok mondani, az se nem tapasztalatból jön, se nem semmiféle tudásból, ez csak az én véleményem, és korán sem biztos, hogy jó. A jéggömböt pedig sajnos nem fogadta el. Véleményem szerint, ha én most újra kezdeném az egész játékot, én biztos, hogy nem állnék meg egy szinten se, hiszen GF-ről beszélünk, szerintem semmi szükség rá, hogy megálljunk egy-egy szinten. Sokan mondják azt, hogy a képességek miatt kénytelen megállni az ember, de szerintem ez sem igaz, ugyanis én vagyok az élő példára, hogy itt vagyok 80-ason ultraszar képességekkel, és mégis megállom a helyem mindenhol, ahol csak szeretném. Persze a kék sárkányra nem fogok 2000-eket sebezni, ez tény, vagy 3000-et, vagy még többet, de az olyan dolgoknál, amit magamnak szeretnék csinálni, tehát farmolás, barizás, esetleg DC, meg ilyen helyek, azt teljesen jól ki tudom vitelezni, úgyhogy én a képességek miatt biztos, hogy nem állnék meg semmelyik szinten. Ugye kisebb szinten, mondjuk egy ilyen 15-20-as szintig én biztos, hogy küldiznék egyfolytában, semmi más nem csinálnék, csak küldiznék, hiszen a küldikből jönnek a legjobb cuccok, mert kis szintre persze, és az XP-t és Youngot is az ad a legtöbbet. Szerintem kis szinten egy 20-as szintig nincs olyan küldetés egyszerűen, amit ne lehetne megcsinálni, a legtöbb küldetés az ráadásul csak rohangálni kell, még semmi extra nincsen benne. Aztán talán ilyen 15-20-as szint körül ugye rá lehetne állni egy kicsit a 15-ös metin, 15-20-25-ös metin farmra. Ugye húzgálni kell a képességeket folyamatosan, az persze egyértelmű, de igazából szerintem olyan nagyon nagy farm technika talán nincs is, tehát ha valaki kis szintre csinál karaktert, persze az más, de egy vadi új karakterrel szerintem még nem kell nagyon farmolgatni kis szinten. Aztán elérkezik az ember a 30-as szinthez, de inkább úgy mondom, hogy 25-ös szint körül legeslegkésőbb el kell kezdeni FMS-t farmolni, vagy ribet, attól függetlenül, hogy vagy antikharangot, attól függetlenül, hogy az embernek milyen van, ugye hát elsősorban ugye FMS, mert a legtöbb embernek surája vagy harcosa van. Az FMS-t ugye többféle módon meg lehet szerezni, a brutálisoktól, attól ugye a legnagyobb a valószínűsége, map 2-n a sima vadijászoktól, és még imhán is meg lehet szerezni, viszont imhára szerintem 15-ös szint után már nem érdemes menni.
Im3 viszont tudni kell azt, hogy irdatlan pici az esély annak, hogy FMS-t, ribet vagy bármilyen 30-as fegyvert kidobnak az ottani mobok. Lehet, hogy órákat is ölni fogsz ott, és semmi nem fog történni. Úgyhogy az nagyon-nagyon lútri oldalra bemenni. Hogyha megvan a 30-as fegyver, akkor már bátran fel tudtok menni 30-as szintre. 30-as szinten kapni fogtok áldástekit, amivel lehet húzni az FMS-t. Én szerintem egy full friss 30-as karakter plusz 4-5-6-os FMS-sel teljesen jól el tud, tud érvényesülni. Onnantól kezdve el lehet a 25-ös, 30-35-ös, de inkább a 35-ös metin farmolni, hiszen abban már eshet plusz 4-es kő, eshet ugye, hát jó, mondjuk AK az az előtte lévőkből is eshet, de az a lényeg, hogy a plusz 4-es kő miatt mindenképp megéri azt farmolni. A belőle jövő mobok nagyon jó XP-t adnak, az nagyon sokáig elég lesz. Valakinek gondot okoz esetleg, hogy 30-as szintig hol fejlődjön fel. Ezt én is újonnan hallottam, ugye az automata támadásnak köszönhetően, ugye 20-as szintig, 20-25-ös szintig teljesen jól el lehet fejlődgetni automata támadással a fehér esküknél. Szerencsére a fehér eskük nem sebeznek valami túl sokat, tehát simán ott lehet hagyni a gépnél a karaktert, hogy majd ő fejlődik. 20-as, 25-ös szinttől egészen 30-as szintig pedig temetőbe. Aki ezt nem tudna, az map 2 bal alsó sarka fölötti rész a híd után vagy előtt, attól függ, hogy honnan nézzük. Sajnos ugye sokaktól hallottam, hogy a botok azok ellepték azt a helyet is, ezzel sajnos nem lehet mit csinálni. Te is berakodod a botolni a te karaktered, és kész, megvonod a dolog, együtt töltök, és akkor nincs probléma. 30-as szinttől egy kicsit kinyílik a világ, hiszen FMS-sel már sokkal, vagyis hát 30-as fegyverrel inkább így fogalmazok, 30-as fegyverrel már sokkal könnyebben lehet farmolni azokat a dolgokat, amit előtte szerettetek volna. Map 2 mindenféle fejlesztőt érdemes farmolni, hiszen elég kellendőek, és még ha nem is érnek sokat, viszonylag sűrűn esnek. Élő például a rozsdáspenge, az égkődarab, meg volt még egy, amit most így hirtelen nem jut eszembe, de az a lényeg, hogy Map 2-n elég sok olyan fejlesztő van, amit azért visznek, és egész jó áron is akár. 30-as szinten lehet horgászni, kohózni, tehát bányászni. Én mindenképp a bányászatot javaslom, ugyanis ám bár nekem nincs türem a bányászathoz, sose volt és soha nem is lesz, viszont akinek van, a kohó mindig kelendő, nem kell fillérekért adni, tehát senki nem mondta, hogy az ébenfa kohót 400 000-re rak ki, mert senki nem viszi, türelem kérdése. A boltokat ne rakjátok CH2-re, mert a kutya sem fogja keresni. A CH2-re azok az emberek mennek be, akinek vagy akad a gépe alapból, amire nekem is volt egyébként annó még példa, tehát nem elítélem a CH2-t, csak azt mondom, hogy senki ne várja azt, hogy egy fél nap alatt elfogy minden a boltjába, hogyha CH2-re rakja a boltot, hiszen ilyenre már volt példa egyébként, hogy egy néző, szerintem akkor még nem is néző volt egyébként, akkor még talán nem is videóztam, órákon keresztül ecsetelte nekem, de szó szerint órákon, nem viccelek, konkrétan már vitatkoztam vele, hogy mennyire szitta a piacot, hogy mekkora szar ez az egész, és akkor órákkal később kinyögte, hogy ő egyébként CH2-n a raktár mellé a fa alá teszi be a boltját, ahol a kutya se jár egyébként, és így, hát kész, a fejemet fogtam, és mondom, mennyi sírógörcsöt kapok, tehát ez hihetetlen. Senki ne legyen türelmetlen egyébként, mert ezt is sok embertől hallom, hogy boltozott egy csomót, és akkor ugye nincs haszna. Ez a csomó, ez fél óra volt, és fél óra alatt azt hitt, hogy el fogják vinni mondjuk az ébenfakót fél milláért. Nem, itt idő. Én például, ha berakom a boltomat, akkor egész állónap reggel 9-től még munka előtt berakom, és este 9-10 óráig boltolok, és úgy fogy el mondjuk maximum a boltom fele, olyan még soha nem volt, hogy mindent elvittek. Térjünk is vissza akkor a karakter farmolásához igazából, ugye, hogyha már megvagyunk 30-as szintűek, akkor bányászatot mindenképp tudom javasolni, egy nagyon jó tevékenység. Lehet csoportosan csinálni, ami az unalmat egy kicsit elűzi, úgymond. A horgászatra ez szintén igaz. Keressetek magatoknak TS partnert, játékbeli barátokat, beszélgessetek, diskuráljatok, és közben jól lehet űzni ezeket a feladatokat, és nagyon jövedelmező szerintem. A kohó mindig kelleni fog mindenkinek, hiszen olyan nincs, hogy a kohó egyszer csak valakinek nem kell, mert ő végleges kohót rakott az ékszerejébe. Ilyen egyáltalán nincs szó ilyesmiről. Tehát nem olyan, mint mondjuk az áldásteki, hogy kicsit ilyen időszakos az eladása, hiszen mondjuk az áldástekivel lehet, hogy mit tudom én, 5 napig senki nem húz az egész játékban. Lehet, hogy egy nap meg 100 ember akar egyszerre, és az áldástekinek 2,5 milliárdig is felmegy az ára. A kohónál nem így van, a kohó minden nap kell mindenkinek, és nagyon jó kellendő dolog. A horgászat már egy kicsit lútri, hiszen a hal az nem is túl drága, sajnos ügyesség kell hozzá, tehát nem mindegy, hogy fogod ki a halat, mikor és hogy, mint merre, meddig. És amíg a csákány plusz nulláson is teljesen jól szuperáll, addig a horgászatnál kicsit korlátozva van a dolog, és bizonyos halakat csak úgy lehet kifogni, hogyha a horgászbotod már nagyobb szintű.
Ezért a horgászatot azt inkább csak azoknak javasolnám, akik alapból vagy már rutinosabbak, vagy pedig tényleg meg szeretnék tanulni igazából a horgászatot, tehát nem ilyen hobbi szinten, hogy akkor leülnek és akkor kicsit horgásznak pár percet, hanem tényleg nap mint nap rászánják az időt és az összes ilyen technikát, ami a horgászattal kapcsolatos elsajátítják. Azzal lehet akkor így a legjobban érvényesülni, közben rájöttem, hogy vissza kéne mennem ugye lunchon, hogy tök feleslegesen vetkőztem le. Aztán, hogyha ezzel is mind megvagy, akkor szerintem egy ilyen 15-20 milláért lehet venni egy FMS-t, vagy egy 30-as fegyvert. Én mindenképp azt javaslom, hogy 30-35-ös szintig lézengjetek, ne álljatok meg a fejlődésre, csak lézengjetek, ami meg nem lesz a plusz 9-es. Szerintem plusz 6-os 30-as fegyverre is teljesen jól lehet érvényesülni, de csak farmolásra és nem fejlődésre. Ahhoz, hogy tovább tudjál menni mondjuk 35-ös szint fölött, ahhoz mindenképp szükség lenne egy legalább 20 AK-s plusz 9-es 30-as fegyverre. Ha nagyobb, akkor az se baj. Aztán ugyan magasabb szintek az már egy kicsit nekem is idézősen kihívás és gondolkozást igényel, hiszen nem nagyon volt még olyan karakterem, amit így... Mármint, hogy volt összvisztelen három karakterem, amit így felvittem 40-es szint fölé. Én szerintem csak azt érdemes csinálni, amit a játék kínál. Tehát ütni a metineket és küldizni. Semmi más. Nagyon sokan egyébként túlzásba esnek, és mit tudom, egy 40-es szint körül menni akarnak SD2-be, szenvednek, hogy hol akarnak fejlődni, húzatják magukat, és így tovább, és így tovább. Amivel csak az egyetlen nagy baj van, hogy a cuccok nincsenek meg, a képességek nincsenek meg, és előbb-utóbb oda jut az ember, hogy 60-as szint, vagy mondjuk 61-es, de nincs semmije konkrétan, és ezt elkerülve mondom azt, hogy megéri várni, megéri kicsit türelmesnek lenni, csinálgatni a küldiket, egész állónak csak farmolni a metineket, meg amiket az imént elmondtam. 35-ös, 40-es szint körül ugye a fekete orkokat már egész könnyen elbírja az ember, a 45-ös szintű metineket még jobban talán, talán azok elég kemények attól függetlenül. Én 50-es szint körül a legjobban egyébként sivatagot szerettem, sivatagban nagyon-nagyon kevesen járnak, megtalálható háromféle metin, ugye a 40-es, a 45-ös és az 50-es szintű metin. Mindenképp azt javaslom, hogy járjatok oda farmolni, hiszen a metinek azok nagyon-nagyon jók, olyan szempontból, hogy a 40-es szintű metin abból jöhetnek orkok és varázslók, amik dobálják az orkamulet simát és pluszt, az orkfogat szintén simát és pluszt, küldinél ne talántan örlőfogat is, amiket jó pénzére el lehet adni, és ráadásul fel is tudod használni önmagadnak. Na, innen folyt köv. Jó, na lássuk, hogy akkor elfogadja az utolsó kristály eszenciát. Lee Chung, én nagyon-nagyon-nagyon szeretlek, és nagyon szépen kérlek, hogy fogadd el. Igen, összegyűjtöttem! És, wow, akkor ez is be van szorozva egyébként, mert nem 40 millió volt a wikin írva. 40 millió XP-t kaptam, 225 ezer jangot, 3 darab kutatói elixírt, egy tolvajkesztyűt és egy szerencse medált. A kaland folytatódik 78-as szinten, hát 78-as már elmúltam, köszönöm szépen, akkor ezeket most gyorsan bepakoljuk ide. Igen, touchpoddal csinálom a tolvajkesztyűt, mielőtt ezt is felveszem, mint múltkor. Oké. A szerencse medál majd... Bazd meg! No, hát véletlenül sikerült felraknom a szerencse medál, de az a rohadt nagy szerencsém, hogy ez levehető, nem tudom, hogy lett ekkora mákom. Na, most pedig akkor... Hát érjünk vissza a farm tippekre, én arra gondoltam, hogy amíg így elmondom nektek a végét, addig elmegyek Vörös Erdőbe ütni. Ha jól emlékszem, akkor kesztyű már megint nincsen, úgyhogy igen, pont kérdeztem a valaki egyébként, hogy vállalok-e kesztyűtést. Hát nem, hogy kesztyűtést nem vállalok, még magamnak se tudok ütni, úgyhogy sajnos eladásra még annyira se tudom. Na, szóval mindenképp javaslom egyébként legalább 55-ös szintig, 50-55-ös szintig sivatagot, mivel ugye mondom, kevesen vannak sok a metin. És arra akartam kitérni, hogy ugye a 40-es szintű metin már elmondtam, hogy mit droppoltak a mobok. A 45-ös szintű metinnél kígyófarok plusz és mindenféle olyan fejlesztő, ami viszonylag ritka és értékes. 50-es szintű metinből pedig az ismeretlen gyógyszer sima és plusz ismeretlen, vagy mi ez a szövetdarabok. És abból is jöhetnek zöld italok, például ugye zöld kicsit dobálnak ezek a fertőzött emberek, ha jól emlékszem. És nem vagyok egészen biztos benne, de valamelyik mob, ha jól emlékszem, ami ilyen Sohan elejé mob, az dobhat talán bőrcsizmát, vagy mindenféle ékszert, amiben ugye TP is lehet, és kis szintű alapból, tehát nagyon megérheti kiütni, hiszen jó pénzt kóstál. Utána, hogyha már elég erősek vagytok, akkor az 55-ös metin farm az egész játékban a legjobb egyébként szerintem. Az 55-ös metinnek van tapasztalatom szerint a legnagyobb lélekkő drop esélye.
Én annak idején még nem ennél a Karimnál, nem Huviannál, hanem még az előző Orionos karakteremnél szarásig farmoltam magam lélekkövekkel az 55-ös Karimmal. Konkrétan nekem minden második metinből kb. Úgy droppolt lélekövet. Jó, persze Orion ilyen fél milliárd se ért, akkor még. De az is már elég jó pénznek számított. Elég sűrűn dobál plusz 4-es köveket, könyvet ugye meg egyéb dolgokat mindig. Sajnos viszont az ismeretlen talizmán pluszon kívül nem sok értékes dolgot dobnak az otthoni mobok, tehát ott tényleg csak és kizárólag a metint érdemes ütni, a belőle lévő mobok nem túl különlegesek. Viszont én azt mondom, hogy 55-ös szint környékén már olyan durva küldik vannak, amiket egyrészt nehéz megcsinálni, másrészt viszont nagyon-nagyon jó dolgokat adnak már a küldik olyan szinten. Úgyhogy a küldiket soha ne hanyagoljátok el, és hogyha mégis elhanyagoljátok volna eddig, akkor újfent szeretném még vagy háromszor felhívni a figyelmeteket, hogy a küldiket csináljátok, csináljátok, csináljátok. Hiszen a küldikből lesznek tényleg a legjobb cuccaitok. Azt hiszem, hogy a Vegalis Gábornak elfelejtettem mondani, ha nem felejtem el, akkor majd közlöm vele, vagy ha esetleg látja a videót, akkor innen is üzenem neki, mielőtt megint elfelejtem. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy ő volt az, de valahol hallottam, hogy hát most tényleg meg nem mondom, hogy ő volt az, de szerintem ő volt egyébként, hogy volt egy olyan küldi, amit azt hiszem, hogy a majom fejedelmet kellett leverni, és hát mondta, hogy hát ezt úgyse fogja leverni, meg stb. Na most ugye ez például a majom fejedelmes küldi fogja adni a kulcsokat ugye a harmadik leltárhoz, ugyanis ugye ingyen kiválthatsz egy sort, amit ugye az a küldi fog megadni, ugyanis kapsz majd két ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezeket ilyen leltárbővítő, igen. Emellé kapni fogtok egy csomó küldiből koncit, űzőt, áldestekiket, tolvajkesztyűt, kutatói elixíreket és minden egyéb finomságot. Most már egyre több újítást hoznak be egyébként a metinbe, és azt veszem észre, hogy a küldik, a fejlődés és a cuccszerzés is egyre könnyebb és egyre gyorsabb. És éppen ezért ugye a küldiket is kezdik föl turbozni egy kicsit, amit láthatjátok például, én úgy emlékszem, most javítsatok el, tévedek, de 29 millió XP-t kellett volna kapnom, ehelyett majdnem a dupláját, 40 milliót kaptam, tudom, nem a duplája, és hogy csak majdnem nem is a duplája, de az a lényeg, többet, kb. Másfélszer annyi XP-t kaptam. És a múltkorinál például 4-szer annyit kaptam, ami azért elég durva. Úgyhogy tényleg mindenképp megéri csinálni, csak most azon gondolkozom, hogy a kánom az miért nincs elől. Ezt tudja valaki? Elbújt, igen. Úgyhogy a küldit tényleg nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire megéri egyszerűen csinálni. Aztán ugye elérünk a mondjuk a 60-as szintig. Én amondó vagyok, hogy szerintem 61-es szinttől. Lehet menni SD2-be, előbb is, SD1-be is lehet menni. De még hogyha valaki erre is vetemedik, akkor szerintem csak egyetlen jó oka lehet az, hogy SD2-be az elejénől, ami nem fejlődésre való, hanem farmolásra, ugyanis elmondanám azoknak, akik esetleg eddig nem tudták, hogy SD2 elején a mindenféle kígyójásztól, kis pókoktól, meg ilyesmiktől az összes pajzsot ki lehet ütni, rengeteg irdatlan mennyiségű ékszer dobnak, de még 80-as szinten is én voltam bent, SD2-ben 80-as, és szarásig dobták az ékszereket, optosabbnál optosabbakat, ébenfüli plusz 4-eket dobálják, mintha muszáj lenne, fehér aranyakláncot ugye a variknak, bőrcsizmát dobnak, sólyom pajzsot, akár rögtön immunnal, és minden egyéb finomságot, úgyhogy ékszerekért nagyon-nagyon megéri bemenni. Szerintem a legjobban 61-es szinten van a dropja ott is, úgyhogy mindenképp érdemes oda benézni, de előbb is be lehet egyébként, kb. 40-es szintől már azért el lehet ott egy-két csoportot bírni, csak hát persze nem mindegy, hogy mennyi idő, meg mennyi poti fogy. Na lássuk, tapasztal a gyűrű az eset, sajnos tolvajkesztyű az, ahogy látom, nem. Se baj. Gyorsan felszedem a cuccokat, és akkor folytatjuk is. Áldástekes, na mondjuk az baromi jó. Ugyanis, hát, hoppá, tolvajkesztyű, a szar. Tapasztalat gyűrű, mi van? Hogy lett két tolvajkesztyű? Most csak veszek, meg nem látom. Kék ital, vörös ital, tapasztalat gyűrű, bároniai fuchsia, áldás, te ki léleklemezvért. Akkor hogy kerül? Ja, de hülye vagyok, jó. Oké, srácok, leesett. No para, nem kell rögtön szívni a vérem. De emlékszem, hogy ezt a küldiből kaptam. Na mindegy. Gyorsan lepakolok, mondom gyorsan lepakolok. Nem tudom, mi van mostanában az egeremmel egyébként, kicsit így rakoncátlankodik. Gyorsan megetetjük a petet. Jó kis léleklemezvértel, egy bárónőivel, még egy bárónőivel, meg egy fuchsiával. Jó, na, szóval akkor érdemes ugye bemenni SD2 elejébe, én imádtam azt a helyet egyébként. Az íjászok egy kicsit idegesítőek, de ha az íjászokat nem veszed figyelembe, hanem ignorálod, vagy gyorsan leütöd őket, akkor nagyon kellemesen el lehet ott farmolgatni.
64-es szinttől tény és való, hogy már egy kicsit frusztrálja az embert, hogy nagyon túl közel van a 75-ös szinthez, és bevallom őszintén, hogy 61-es szinten már én is eléggé rajtam voltam a fejlődésen, pont leszartam a küldiket, nem érdekelt semmi, ti hova mentek, már ne is haragudjál, itt vagyok melletted. Úgyhogy ezt nektek is tudom javasolni, 61-es szinttől bele lehet húzni, de csak és kizárólag akkor, hogyha legalább egy 61-es pajzs plusz 9-etek megvan, akár alapon, teljesen mindegy, hogy hogy. 61-es pajzs plusz 9 nélkül SD2-t megpróbálni se érdemes, mert olyan lassan fogsz ott haladni, hogy egyszerűen nem éri meg. Gyűrűt már nagyon olcsó lehet szerezni, köpit már nagyon olcsó lehet szerezni, simán be lehet menni pár millából, és haláli tudod magadat fejleszteni, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy 61-es szintől bátran merem ajánlani. Emellé 61-es szinten a 65-ös metin nagyon-nagyon jó pénzforrás, hiszen a jéggolemektől és egyéb moboktól nagyon jó fejlesztők jönnek, elég drágák, a jéggömböt nagyon jó pénzért el lehet adni, és viszonylag sok esik belőle. A Yeti bunda sima és plusz, az plusz 8-ra kell elég sok 70 fölötti cucchoz, például ugye, jó mondjuk ez pont nem így 70 fölötti, de a fekához is azt hiszem, hogy valamelyik kell, a méregkarthoz is talán az kell. Na lássuk, mindjárt közben leütjük, aztán folytatjuk. Jó, akkor nem mindjárt, hanem órák kérdése. Ez elszívja az MP-met, de most tuti most se lesz meg. Na, meg lett, jó. A pénzt azt felszedem egyébként, ne észrevettem, hogy rohadt sok pénzt dobál egyébként. Jó, hát nem egy kék sárkány, az tény, de attól függetlenül megéri felszedeget, most nézzük meg, ilyen 2500-akat ad. Valamikor dupla janga volt, már például ilyen 4000-eket dobált. Na. Aztán, hogyha eléritek mondjuk a 65-ös szintet, vagy 70-es szintet, akkor mindenképp a 70-es metinekkel kéne folytatni. Ott is a fejlesztők nagyon jól esnek, elég sok 70-es metin van. És ha nincs event, bármilyen event, akkor azért elég jól meg is lehet találni a 70-es metineket, ugyanis a térképen, egy térképen három helyen is vannak. És ha utána néztek a wikin, hogy pontosan hol, akkor a legtöbben az egyik helyet nem is tudják, hogy ott egyetlen esik 70-es metin. Egy évekig én sem tudtam egyébként, én is csak most jöttem rá ennél a Huvian Karimnál, hogy hoppá, van máshol is egyébként 70-es metin. 75-ös szinttől pedig azt hiszem, hogy magától értetődik barlang. 0-24, el lehet jönni Vörös Erdőbe, ahogy én csinálom, eljöttök tolvajkesztyűt ütni, kijuttok egy 3 órás kesztyűt, a 3 órás kesztyűből 2 órát elhasználtok barlangba. Annyi 2 óra alatt rengeteg minden kiesik, azt tudnotok kell, hogy kb. Olyan 78-as szintig nem valami jó a drop, tehát akár órákat is ölhettek, amíg nem esik semmi. Kitartónak kell lenni, és olyan 78-79-es szintől, de főleg 80-as szintől beindul a drop, hiszen ugye a Seto IAS, ha jól emlékszem, akkor 89-es szintű, tehát 79-es szint előtt mínuszba van a dropja, nemhogy pluszba. De 79-es szinten már nagyon jó lesz a drop. Elkezdenek majd potyogni a méregkardok, amik előtte nem igazán. Eshet, de nagyon kicsi eséllyel. Egyre több olyan 70-es fegyver fog esni, ami nem plusz 0-án esik ki, hanem plusz 4, plusz 5-ösön. Én a vöröseket nem ajánlanám, vörös Setoukat, ugyanis én buffal viszonylag jól bírom, nem arról van szó, viszont az én karakteremben írdat a mennyiségű idő, meg úgy nem pénz, nem valós pénzre gondolok, hanem young van. De akinek alapból nem, esetleg nincsenek ilyen cuccai, annak vörösszetókat semmiképp se javasolnám, főleg nem buff nélkül. Az elején el lehet farmolgatni, viszont a kitartóaknak semmiképp se szetókat javasolnám, hanem a jéggólemeket. Ugyanis az elején a jéggólemeknél a gyors terembe, azt is meg lehet nézni szerintem a wikin, írdatlan jól jön az XP, egy-egy jéggólem majdnem annyi XP-t ad, de tényleg csak ilyen 1-2 ezer ennyi különbség van, majdnem annyi XP-t ad, mint egy vörös Setou, és ami szint és legyőzhetési különbségben igencsak megmutatkozik, tehát egy jéggólemet halálozzá leversz, még ha sok időbe telik is, mert nagyon sok élete van, de egy vörös Setou az 3 másodpercen belül kicsinál téged, addig a jéggólem az fél óránként egyszer rácsap egy 200-ast, aztán legyél boldog vele. Úgyhogy mindenképp megéri ott fejlődni, néha jönnek szetós csoportok, és abban lehet azért szerezgetni mindenféle dolgokat. A jéggólemek a lila ital tízesével dobálják, dobhatnak kagylót, virágokat, rengeteg virágot, 61-es vérteket, azt mindenképp megéri, hiszen csak egy 2000 TP-s jön ki, és már is megérte, vagy petet etetni esetleg. Ékszereket ugyanúgy dobálnak, aztán jönnek ugye a vasdobozok, jó, mondjuk ezt főleg a Setouk dobják egyébként, de ugye mert ott is megtalálhatók Setouk, ezért az is teljesen jó forrás lehet. A vasdobozból nyílhat ugye kesztyű, amit föl lehet rakni buffként, tehát lehet dupla kesztyűzni. Ugyanez a helyzet ugye a
gyűrűvel lehet egyszerre fönn két gyűrű, hiszen 3 órás gyűrűt kapsz belőle, és így tovább. Nagyobb szintet én sem tudom elmondani, hiszen odáig még nem jutottam el soha, egyedül Heronon, de hát azt nem hasonlítanám az eredeti szerverhez. Úgyhogy 75-80-as szint fölött én sem tudom, hogy pontosan mit kéne csinálni. Én nekem az a bevált taktikám, hogy vörös erdő, barlang, ez a kettő. Ha netalán ha event van, vagy valamilyen beütésem van, így jön hirtelen, hogy na most valamit mást kéne csinálni, akkor természetesen azt csinálom, éppen amihez van kedvem. Én azért furcsálom nagyon a kérdéseket legtöbbször, hogy milyen farm technikákat ismerek, vagy milyen farm technikát javaslok, hiszen én a metinben mindig is úgy voltam, hogy pont leszartam, hogy mit éri meg ütni, vagy mit éri meg farmolni, én mindig azt csináltam, amihez kedvem van. Tehát ha nincs kedvem egyszerűen, mit tudom én fagyit farmolni, akkor magyarázhatja nekem a másik ember, hogy ő 1500 darabot ütött ki egy óra alatt, és fú, már milliárdos belőle, akkor se lesz egyszerűen kedvem SD3-ba fagyit farmolni, és nem is fog oda menni, mert nem érdekel, hogy mi éri meg. Én azt szeretem csinálni, ami boldoggá tesz, és élvezem. Na már most a legtöbb farm az ilyen sajnos, hogy unalmas, és éppen ezért nem élvezem. A metinütéseket szeretem, azt nagyon, tehát az is monoton, de valamiért az nagyon szeretem, úgyhogy én rendszerint metintütök, hogyha nem barlangba vagyok. Aztán ennyi. No, akkor még gyorsan elzsolunk a végére, aztán szerintem akkor ennek a videónak ennyi is, mert igazából szerintem minden lényeges dolgot elmondtam, amit én tudtam, tehát ami a fejembe volt. Biztos, hogy mondtam baromságot, biztos, hogy kihagytam egy-két dolgot, nyugodtan javítsatok ki kommentben, még meg is köszönném egyébként. Mától, amikor ez fent lesz ez a videó majd nektek, mindig ezt a videót fogom nektek belinkelni majd, hogyha bárki farm tippet kér, mert ennél többet én sem tudok javasolni sem, és tudásilag sincs ennél több bennem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tudtam esetleg néhány embernek, vagy akár mindenkinek segíteni, aki megnézte ezt a videót, bár ugye nem hiszem, hogy olyan sok embernek szüksége lenne rá, hiszen azért a legtöbben most már ilyen régi lovasok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen régi motorosok vannak már csak itt. Ettől függetlenül nagyon örülünk az újaknak is. Hát ahogy látom, sajnos itt már a vége felé nincs metin, úgyhogy nyomunk egy jó kis karicserét. Persze, miért is ne 10 másodperc lesz? Jó. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tényleg, hogy tudtam valakinek segíteni. Hogyha tetszett a videó, és tényleg tudtam olyan dolgot mondani, amit esetleg még nem tudtál, vagy tudtam segíteni, akkor mindenképp nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hiszen egyre közelebb érünk a 2000. feliratkozóhoz, amire egy nyereményjátékkal készülök majd nektek. Én Huvian voltam, sziasztok!